Építőiparban partnerünk a Mosbau Kft. Gépi földmunka és kivitelezés. Van egy álmom, illetve abban biztos vagyok, hogy mindig is volt. Mára már azonban felmerültek bennem kételyek ezzel a tulajdonképpen gyerekkori álommal kapcsolatban. A kérdés ugyanis az, hogy amikor az ember ott áll az álma megvalósításának küszöbén, félreértés ne essék, ez nem én vagyok egyenlőre, és meg tudja tenni, vagy akár meg is teszi, akkor később nem gondolja el majd azt, hogy jobban jártunk volna, ha ez mindig csak egy vágy marad. Sziasztok, én Frenki vagyok, és ez az Audi RS6 C8-as szériája. Jó, talán egy kicsit túl költőire sikerült ez a bevezető, de most megpróbálom elmagyarázni, hogy mire is akartam pontosan kiukadni ezzel a gondolatsorral. Tehát tapasztalatból hallottam, hogy nem kell ahhoz feltétlenül Audi fanatikusnak lenni, hogy egy autószerető ember fejében egy picit mindig ott motoszkáljon egy Audi RS6 tulajdonlásának gondolata, akár csak mondjuk gyerekkori álomként. Felmerül azonban a kérdés, hogy miután az ember beteljesítette a gyerekkori álmát, tehát vett egy Audi RS6-ost, az vajon egy teljes kielégülést tud-e okozni, vagy mi van, ha az Audi RS6 szépsége talán maga a plátói szerelem? Erre a kérdésre a válasz hamarosan ki fog derülni, viszont most hagyjuk már ezeket az eszmei fortélyokat és világmegváltó gondolatokat, foglalkozunk egy kicsit magával az autóval. De hogy miért is alakulhat ki vajon ilyen sok emberben ez a plátói szerelem? Beszéljünk egy kicsit az RS6 jelenségről. Mert hogy ez bizony egy jelenség. Legalábbis egy részéről. Közelebb kell jönnöm, hogy én is hogy szemléltetni tudjam ezt. Tehát biztos ti is tapasztaltatok már olyat, de nem akarok ezzel lenézni, vagy leszólni semmilyen más gyártót, ugyanis nyilván tudjuk, hogy technikai részleteiben az RS6-nál a vetélytársai bizonyos szempontokban tudhatnak többet, azonban ezt szerintem nem tudják. Tehát ha innen megnézed az autót, volt már olyan szerintem veled is, sétáltál az utcán, vagy autóval közlekedtél, és láttál egy sportos E-osztályos Mercit, de úgy nem tudtad eldönteni, hogy mitől néz ez ki ilyen jól. Ja, hát persze, mert közelebb mész, és észreveszed, hogy ez egy E63 AMG. Nézel előről egy gyönyörű 5-ös BMW-t. De valamiért nem bírod megfejteni, hogy ez mitől más, mint egy 520D M-paket. És amikor közelebb mész, vagy meglátod közelebbről, vagy meghallod, akkor jössz rá, hogy basszus, persze, mert ez egy M5-ös. De ugyanez igaz például az Alfa Quadrifolióra is egy bizonyos mértékben. De ezt, ha megnézed, akár egy kilométerről is, összetéveszthetetlen bármelyik széria A6-ossal. Ez az RS6 jelenség, egy bizonyos szelete csak. Na de akkor menjünk bele picit jobban a részletekbe. Rögtön az autó orrán figyel velünk szembe a hatalmas harcsaszára emlékeztető hűtőrács, a vezetés támogató asszisztens rendszerek szenzoraival, valamint az Audi embléma alatt is egy plusz kamerával. A hűtőrács mellett mindkét oldalon találhatunk extra légbeömlő nyílásokat, amik egyébként az intercoolereket hivatottak ellátni közvetlenül friss levegővel. Ezek mellett van azonban némi kamu légbeömlő nyílás is, ami így lefalazott állapotában szolgál jó aerodinamikai célokat. Itt vannak még az A7-es szériából származó lézer technológiás teljes LED fényszórók, és a hűtőrács és a motorháztető között is van még egy extra légbeömlő nyílásunk, ami pedig közvetlenül a légszűrőkbe juttatja a friss levegőt, erről majd egy kicsit később. Itt van még nekünk a gyönyörűen domborított motorháztetőnk is, és ahogy haladunk erre oldalirányba, felfigyelhetünk az RS6-os Audi egy elég sajátos tulajdonságára, amit egyébként elég jól bújtat, de azért nyilván nem tudjuk kikerülni.
az oldalanként 4-4 centivel kiszélesített sárvédőívek. Olyan kiállást adnak az autónak, amit azért nagyon-nagyon kevés más típus tud. És nyilván itt vannak még a 22 colos keréktárcsák mögött elhelyezkedő 390 mm-es féktárcsák, amiket közel alkaromnyi méretű 10 dugattyús féknyergek fognak közre, és egyébként a féktárcsákat lehet upgrade-elni mindössze néhány millió forintért 420 mm-es kerámia tárcsákra, amikre azért egy ilyen tömegű autónál lehet szükség. Mondjuk leginkább akkor, amikor autózol le az Adriára, és szeretsz azért tempósan menni, 250-260-nal haladsz lefele, és már a negyedik autó hajt ki eléd a belső sávba 110-140 közötti tempóval. Olyankor van szükség a kerámiára, alapesetben egyébként szerintem nincs. Na de ahogy jövünk tovább, észrevehetjük még a fekete külső visszapillantó tükröket, amiket egyébként lehet karbonbevonattal is kérni, vagy szatén alumínium színnel, illetve bevonattal is. Valamint itt van még az elég hangsúlyos oldalsó küszöb, és ahogy jövünk hátra, itt is észrevehetjük szintén a kiszélesített sárvédőíveket, amikhez gyönyörűen hozzá van igazítva az ajtók vonalvezetése is. Hátul is itt vannak a hatalmas fékeink, és az autó hátuljánál pedig megtalálhatjuk a tipikus RS Audi csomagtérajtó spoilert, és természetesen a lényeg, a két brutális ovális kipufogó vég, amiről minden RS Audit fel lehet ismerni. És ha már itt tartunk, akkor elmondanám az RS6 jelenség egy következő szeletét, ugyanis mire eljutottunk idáig, és végigmondtam ezeket a dolgokat, azon a ponton tartunk, hogy megállapíthatjuk, hogy a tetőn és a csomagtérajtón kívül az RS6 egyetlen karosszéria eleme sem egyezik a széria A6-ossal. Így aztán tényleg azt mondhatjuk, hogy semmilyen körülmények között nem lehet összetéveszteni őket. És ezen bizonyos jelenség egy következő eleme, a tipikus avantos vonalvezetés, avagy az, hogy az RS6-ot szinte minden körülmények között egy családi erőműként képzeljük el. Amihez hozzátartozik a 650 literes csomagtér is, amibe befér a család összes tagjának kézi podgyásza, és még így is el tudunk vele autózni 250-260-as átlagsebességgel az Adriáig. Hát nem varázslatos? Na, de ha már a csomagtérnél tartunk, fontos megemlíteni, hogy a hátsó ülésről üléseit innen hátulról is le tudjuk dönteni. Van némi bevásárló szatyor akasztónk, oldalt is vannak tároló rekeszeink, természetesen ilyen leszorító rolóink is vannak, ezen kívül találunk még egy 12 voltos csatlakozót, valamint itt, ha ezt felnyitjuk, akkor az álpadló alatt egy remek defektjavító készletet. Na, hát erről ennyit, de mégis ez az egyik leglényegesebb pontja az RS6-nak. Na, haladjunk tovább, üljünk be a hátsó üléssorba. És ide hátra beülve azt tapasztaljuk, hogy bizony az RS6 kényelmes, tényleg akkor is, hogyha az egész családdal szeretnénk autózni. Azonban nem mondhatjuk kifejezetten tágasnak, tehát hatalmas hely nincs benne hátul, 5 személlyel azért ez már elég szűkös lenne, viszont a térérzeten javít némileg a hatalmas panoráma napfénytető, és az egész utazást a hátsó üléssorban kellemesebbé teszi az, hogy itt hátul is megkapjuk ezeket a sportos üléseket, valamint a piros szélű öveket, illetve a lyuggatott mélysejt mintával és piros varrással ellátott sportüléseket. Azért ez így nem rossz, de tényleg öten már nem lenne kényelmes. Viszont a hátsó üléssorban is van teljesen digitális, többzónás klímarendszerünk, egy 12 voltos csatlakozónk, illetve 2 darab, ekkor még USB-A portunk. A könyöklőt lehajtva pedig találunk 2 darab normál méretű pohártartót, és egy ilyen tipikus keresztrejtvény méretű tárolórekeszt. És mivel a pohártartók külön nyílnak, és nem itt könyéktájékon vannak, ezért
nem lesz kényelmetlen, hogyha a könyöklőn valójában könyökölni szeretnénk. És ami továbbá nagyon fontos, hogy azért a prémium érzet itt hátul is megvan, ugyanis az ajtók tetején nagyon jó minőségű bőrt tapogathatunk, van még napellenző rolónk is, illetve ez a karbon hatású betét hátra is ér, valamint az ajtó behúzók is bőrből vannak, itt lejjebb azonban már némi olcsó műanyaggal találkozhatunk, és a térképzsebek sincsenek kibélelve, szóval, hogyha valamit belerakunk, az minden bizonnyal zörögni fog. A vezető ülésbe beülve már azonban egy picit pozitívabb a benyomásom így első körben is az autóról. A gyönyörű teli Alcantara kormányt tudjuk tapogatni, ami természetesen el van látva egy plusz RS logóval is, illetve van rajta egy RS mód gomb is, amiről majd egy kicsit később. Az ülések zseniálisak, minden irányba elektromosan állítható, természetesen fűthető és szellőztethető is, amikor is eljutunk egy számomra még mindig egy picit negatívumhoz. Az ülés szellőztetést és az ülés fűtést is ezen a központi kijelző alatt lévő második kijelzőn tudjuk beállítani és kezelni, ami egy szintén érintő képernyő, esztétikailag gyönyörű, nagyon jól néz ki az egész autó beltere, rendkívül modern, belekötni nem lehet, azonban használat szempontjából talán egy kicsit idegesítő lehet, most mióta nálam van az autó, én azért már elég sokat káromkodtam, például, hogy hol kell kikapcsolni a start-stopot, hol kell a klímát kikapcsolni, hogy ne fújjon bele a mikrofonba, vagy ilyesmi, azért tud fejfájást okozni. Viszont a kijelző használatát meg akarták könnyíteni az Audinál annyival, hogy haptikus visszajelzést ad minden egyes érintésről, tehát némileg olyan, mintha fizikai gombokat nyomkodnánk, de azért az érzet nem ugyanaz. És ezzel nincs gond így, amikor állunk az autóval egy helyben, és megpróbáljuk magunknak beállítgatni, de ha menet közben szeretnénk valamit elérni, akkor az azért nehézkes. Most például bekapcsolt az ülésfűtésem, mert valószínűleg valamit megnyomtam. Szóval ez így nem mindig oké, de természetesen, hogyha hozzászokunk, amit egyébként gyorsan meg lehet tenni, akkor már ezzel a későbbiekben nem lesz probléma, de első körben ez nem túlzottan egyszerű. De tényleg esztétikailag nem lehet belekötni. Van azonban fizikai gombunk is néhány, de nem például a vészvillogónak, az ülésfűtésnek, a klímaállításának, hanem az Audi asszisztens rendszereknek. Igen, ha megnyomjuk a három közül az egyik fizikai gombot, akkor eljutunk egy olyan menübe, ahol be tudjuk állítani, hogy melyik vezető asszisztens hogyan funkcionáljon az autóban. Ezt tulajdonképpen nem értem. Miért nem azt rakták a digitális kijelzőre? Na mindegy is. Van még némi alkantaránk a sebesség előválasztó karon is, illetve itt is van kis piros varrásunk, és az üléseket természetesen már említettem, nagyon kényelmesek, és nagyon-nagyon jól is néznek ki. A kormány előtt közvetlenül találhatunk egy teljesen virtuális kijelzőt, amin egy-egy gombnyomással tudjuk állítani, hogy milyen grafikát jelenítsen meg, és egyébként minden megjelenített grafika tökéletes minőségű, és rendkívül jól néz ki. Valamint van itt még oldalt egy ilyen kis forgalmi tároló rekeszünk, illetve természetesen a lámpa kapcsoló panelünk, ami már nem az a szokásos rezsó kapcsoló, mint régen volt. De nem mondhatjuk azt, hogy régen minden jobb volt, ez sem rossz. Itt oldalt találhatjuk a Bang & Olufsen feliratú hifinket, valamint a kis karbon hatású betétet, és természetesen egy normális méretű térképzsebet, ami szintén itt elől sincs kibélelve semmilyen szövettel. Így, hogyha berakjuk ide a műanyag flakont, az lehetséges, hogy menet közben zörögni fog. Az autó egyébként rendelkezik vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto funkciókkal is, úgyhogy az Audi saját rendszerét nem biztos, hogy sűrűn fogjuk használni, de ha mégis így tennénk, akkor egy nagyon érdekes funkció az úgynevezett RS monitor például, amiben tudjuk monitorozni a motorolaj, a hűtőfolyadék, a féktárcsák, a sportdifferenciálmű és a váltóolaj hőmérsékletét is. Ezen kívül pedig van egy ilyen G-erő gyorsulásmérőnk is. És még egy olyan menüpont, amit hogyha van egy ilyen RS6-osunk, akkor valószínűleg sokat fogunk használni, az Audi Drive Select,
amit egyébként el lehet érni, innen az alsó kijelző alatt található, szintúgy érintő, de haptikus visszajelzéssel ellátott gombokkal is, amiben az előre beprogramozott 4 darab vezetési módon kívül be tudunk még magunknak állítani 2 darab RS módot is, amit ugye könnyebben elő tudunk hívni a kormányon jelenlévő RS gombbal, ahol a hajtást, a futóművet, a kormányzást, a motorhangot és a sportdifferenciál művet is a saját ízlésünkre szabva tudjuk hangolni. És így lesz a mi legjobb barátunk, az RS6-os. És ahhoz, hogy ez a barátság megköttessen, van még egy nagyon fontos tényező, a motorja. Mert úgy gondolom, hogy 3 dolog van, aminek szeretetében a legtöbb férfi egyet tud érteni, a sport, a p***a és a V8. Na most az előző szériához képest sajnos ezt a V8-as motort nem tudjuk már annyira közelről megcsodálni, viszont ha levesszük ezt az aprócska kis burkoló felületet, mert csak ennyit tudunk így lepattintani hirtelen, akkor azért észrevehetjük itt a V8-as blokk tetején a 2 darab KKK gyártmányú turbófeltöltőt, és amiről beszéltem már korábban, hogy ezen a plusz légbőmlő nyíláson ide látszik, hogy mindössze egy körülbelül 20-30 centis úton már el is jut a friss levegő a turbókhoz. Így aztán nagyon-nagyon gyors feltöltési időnk van, tehát körülbelül 1500-as fordulattól már megvan az a bizonyos 800 Nm nyomatékunk, és nyilván kicsit magasabb tartományban ott van a 600 lóerőnk is, amit ez a 4000 V8 ki tud magából préselni. Ez egy zseniális konstrukció, főleg így már azért a sokadik generációjához elérve, ugyanis ezt a 4000 V8-at azért az Audi már elég régóta nyüstöli és próbálja a tökéletességig fejleszteni. Azonban egy használt autóról beszélünk, ami nem mellesleg eladó is, 67000 megtett kilométerrel. Itt még semmilyen probléma nem szabad, hogy előforduljon ezekkel az autókkal, illetve ezekkel a motorokkal, de azért érdemes megemlíteni, hogy a már több mint 100 000-et futott modellekben már lehet azért számítani némi olajfogyasztásra, hiszen a turbók még mindig azért ott szeretik elkezdeni csipegetni az olajat, főleg ha nem rendeltetésszerűen volt használva az autó. Mit értek ez alatt? Megfelelő bemelegítés és megfelelő visszahűtés egy-egy erősebb kör után. Illetve talán termosztát problémák fordulhatnak még elő, amiből egyébként ugye nyilván nem csak egy van, és nagyon nehezen elérhető helyeken vannak, és amúgy is nagyon drága maga az alkatrész is. Ezen kívül ott van még a Volkswagen csoportnál azért már-már megszokott, de nyilván egyre ritkábban előforduló gyújtás probléma, és természetesen a vezérmű láncra érdemes még odafigyelni. Nagyjából ennyi, ez egyébként tényleg egy jó motor, de ha elmegyünk megnézni egy akár ekkora értékű autót is, jó, hogyha van nálunk egy hibakódolvasó, mint például az OBD-11 nagyon okos OBD-2-es diagnosztikai eszköze. Mutatom, hogy mit lehet vele csinálni. Miután bedugtuk az eszközt az OBD csatlakozóba, az applikáció egyből felismeri, hogy milyen autóban van természetesen, és már azonnal el is tudjuk kezdeni a hibakódolvasást. Ilyenkor gyorsan végigfut az összes vezérlő elektronikán, és mindenhol megnézi, hogy nincs-e tárolt hibakód az autóban. Nagyon fontos egyébként használt autó vásárlásnál egy ilyen folyamat elvégzése, ami nem vesz igénybe többet körülbelül 5 percnél. Jó, nyilván az autó hibakódmentes, miután ezt megnéztük, természetesen itt is, mint a legtöbb modellnél, meg tudjuk nyitni az úgynevezett OneClick appokat, amik segítségével egy-egy kattintással be tudunk kapcsolni nagyon érdekes, rejtett extrákat az autóban, főleg egy ilyen autóban, amiben ugye nagyon-nagyon sok elektronikai egység van, illetve ki tudunk kapcsolni idegesítő funkciókat, amik gyárilag benne vannak, nyilván az övcsipogás, valamint a start-stop rendszer. Nagyon-nagyon sok mindent tudunk variálni az autón, érdemes beszerezni egy ilyen eszközt, hiszen nem csak egy ilyen új autóhoz tökéletes kiegészítő, hanem akár régebbi modelleknél is nagyon-nagyon hasznos lehet, ha annyi funkciót nem is tudunk vele bekapcsolni, de hibakódot olvasni mindig jó egy OBD-11, de hát természetesen az idegesítő extrák kikapcsolására is egy tökéletes eszköz. Na de most talán a legfontosabb rész, menjünk egy kört a C8-as RS6-tal.
Egy dolog azonban semmiképpen nem maradhat el, mielőtt indulunk. Ha már itt van velünk egy 600 lóerős szörnyeteg egy V8-assal, annak minden bizonnyal van hangja is. Hallgassuk meg, hogy hogy szól. Igen, hát van egy olyan problémánk ezzel a V8-assal, hogy Audiéknál itt már nem igazán lehet leszólatni az autókat, legalábbis parkoló helyzetben nem. Ugyanis körülbelül 3500, maximum 4000-es fordulat környékén van egy soft limiterünk. Viszont lehet vele... Igen. Tehát nagyjából ennyi hangot tudunk neki csinálni, viszont lehet vele játszani óvatosan. Megpróbálhatjuk, hát ha úgy van egy kis hangja. Igen, azért minimális durrogásokat elő lehet idézni, de nagyon bízunk benne, hogy ez menet közben azért jobb lesz. Viszont van egy olyan módszer, amikor elő lehet idézni egy picit jobb hangot álló helyzetben is az autóval, ez pedig az, amikor launch control-t szeretnénk imitálni. Nyilván nem fogunk rajtolni az autóval, de ilyenkor azért előjön a V8-as hangja. Próbáljuk meg esetleg, hogy megy-e? Én ezt leginkább egy... Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy helikopter készül leszállni tőled körülbelül 5-10 méterre. Na, most már ki kell próbálni. Hát miután sikerült ugye ezen a rengeteg monitoron beállítani mindent, a klímát, meg hogy az ülésfűtés jól menjen, pont úgy, ahogy éppen jól esik, addig azért eltelt néhány perc, de most már úton vagyunk az RS6-os Audival. Azért akartam ezeket azelőtt megcsinálni, hogy menet közben ne kelljen nyomkodni ezt a monitort. De hát a lényeg, komfortmódban vagyunk, egy 600 lóerős szörnyeteggel. Ilyenkor nem is nagyon érezzük, hogy ez tényleg egy 600 lóerős bitang. Behúzzuk a tetőt. Szerintem a másik gombbal, lényegtelen. Szóval ilyenkor nem is érezzük azt, hogy ez valójában micsoda vadállat is. Viszont amit érzünk, légrugózással és összkerékkormányzással egy tökéletes vezetési komfort. Az RS6-os tud A6-osként viselkedni. Komfortmódban szinte semmi hangja nincsen. Egyébként hengerlekapcsolással is dolgozik, mindenféle vezetés támogató rendszer van, ami segít abban, hogy nekünk ne kelljen foglalkoznunk tulajdonképpen a vezetéssel, csak eljutni A-ból B-be. Egy olyan autóval, aminek olyan megjelenése van kívülről, hogy egyszerűen nem létezik szem, ami nem fordulna utána. Ez biztos. De mi mégis komfortosan közlekedünk ebben az állapotban, 10 liter fogyasztással körülbelül. És nem kell megvadulni, keresünk néhány kátyút, amiken a 22 szolos kerekekkel gond nélkül átlibeg az autó, nulla útzajjal, nulla szélzajjal. Tulajdonképpen egy tökéletes hétköznapi családi autó. Viszont, mikor kinézek itt a visszapillantó tükörbe, igazából mindegy, hogy melyik oldalon, akarva akaratlanul is észreveszem, hogy ez az eszméletlenül kiszélesített sárvédő úgy terpesztít mögöttem, hogy ilyenkor jön a gondolat, amikor is lehet, hogy át kéne rakni az autót dinamikus módba, de egy dolgot még előtte mindenképpen meg akartam, illetve mindenképpen szemléltetni akartam. Ugye nyilván az összkerékkormányzás és a légrugózás és mi egyéb extra, ami ebben az autóban van, mert egyébként egy nagyon-nagyon gazdagon felszerelt kocsiban ülünk, soft close-zal, head-up display-jel és tényleg mindennel, szinte a kerámiaféket leszámítva mindennel, amit bele lehet kérni. Ugye így azért elég borsos ára tud lenni egy ilyen RS6-osnak. De ezek az extrák mind olyanok, amik egyébként ha nincsenek, akkor nem érzed a hiányát, de ha vannak, akkor utána nem nagyon akarsz olyan autóban ülni, amiben nincs. És ilyen például az összkerékkormányzás. Hogy van egy 2,2 tonnás autónk, amivel egy sima kereszteződésben egyszer kitekerjük a kormányt, és úgy megfordul, hogy egy Opel Astra nem tud kisebb fordulókört csinálni körülbelül. Viszont, ha már összkerékkormányzás, igen, megteszem, megnyomom ezt az RS gombot.
mit tapasztalunk. A head-up display kijelzője is teljesen átalakult, olajhőfokot látunk, a váltó S-be van. A váltó, ami egyébként egy 8 sebességes Tiptronic, ami már a sokadik generációjánál tart, és ami az előbb komfortmódba olyan észrevehetetlenül tette a dolgát, hogy szinte semmi máshoz nem fogható, az most visszapakol néhány sebességet, és azt várja, hogy ebből a kanyarból egy teligázon gyorsítsunk ki, amikor is érezzük, hogy az összkerék kormányzás már nem azért dolgozik, hogy minél kisebb ívbe meg tudjunk fordulni az autóval, hanem azért, hogy ezeket a kanyarokat a lehető legnagyobb tempóval vegyük be, ugyanis nagyobb tempónál az első kerekekkel megegyező irányba fordítja a hátsókat, kis tempónál pedig ugye nyilván ellenkezőbe, hogy minél komfortosabb legyen a vezetés az RS6-tal. Hát az van, hogy ugye említettem itt a videó elején, hogy lehet, hogy jobban jár az ember, ha inkább plátói szerelemként tekint örökké az RS6-ra. Hát nem. Nem. Nem, mert ez a 8 sebességes Tiptronic váltó egy gombnyomásra átalakul egy olyan sportautósan, már-már versenyautósan, picit minden váltásnál az egész kasznit megrázó váltóvá, és a V8-as 4000 fölött kiengedi mind a 600 lóerejét, amit egyébként itt a kijelzőn tudunk is monitorozni, hogy éppen mennyit használunk a nyomatékunkból és a powerből. Visszaváltásoknál durrog nagyon finoman, mert ugye sajnos ennél többet azok a bizonyos regulációk nem nagyon engednek nekünk, sajnos ennyit tud, de azért itt már nagyjából sejtjük, hogy egy RS6-osban ülünk. És ami nagyon fontos, hogy az autó elképesztően stabilan van az úton. Itt azért számít a tömeg jó értelemben. A több mint 2 tonna mindig ott tartja az autót, ahol akarjuk, hogy legyen. Viszont ekkora tömeggel azért vigyázni kell, mert hogyha meg éppen túltoljuk, akkor abból azért sajnos lehet probléma. Bár ennyi vezetés támogató rendszerrel nem hiszem, hogy ezzel könnyen bajt lehet okozni. De hát ez egy RS6, és azért ha már itt van nálunk, akkor ki kell próbálni. És még egyébként minden dinamikus beállításában is rendkívül komfortos a rosszabb minőségi utakon való közlekedés. És egyszerűen annyira tol, tehát úgy húzza a fejed folyamatosan, annyira tolja bele az ülésbe az egész testedet, tulajdonképpen egy picit megszédülsz az erejétől, mert tényleg, ha valamiből, akkor erőből nincs hiány az RS6-ban. De visszakanyarodva egy kicsit a történetünk elejéhez, az van, hogy nem. Ha meg tudod tenni, és neked is valaha ott motoszkált a gondolat, hogy legyen egy RS6-od, akkor tedd meg, de azért fontold meg. Azért fontold meg előtte, mert tényleg vannak nála erre a célra, az RS célra jóval fürgébb, agilisabb és élvezhetőbben vezethető kisebb RS modellek. Gondolok az RS5-re, ha már családi kombit keresünk, a kicsit kisebb RS4-re, de ha meg tényleg meghűlni akarunk, akkor az ordító 5-hengeres RS3-ra. Mert valahogy hiába teligázon is elfordul bármilyen kanyarban, és nem okoz nekünk csalódást, ez a batár, ha pedig a gázt nyomjuk, és egy hosszú egyenes szakaszunk van, akkor semmi nem ér fel hozzá, mert ilyen gyorsan 200-on széria autóval nem igazán tud lenni az ember. Viszont valahogy
nem érzi azt benne az ember feltétlenül, hogy nekem ezt kell csinálnom ezzel az autóval. Hiába tudja, mert tényleg tudja mindent, sőt, sokkal többet tud annál, de valahogy nem érzed azt benne, hogy ez erre való. Pedig tökéletes erre a célra is. De teljesen meghűlni nem hiszem, hogy ezt választanám. Én ezt arra a célra választanám, és ez lesz a végszó. Sikeres, pénzügyileg is minden tekintetben sikeres családapaként. Ha még mindig ott van a fejedben az az apró gondolat, hogy basszus, azért gyerekként elég jó volt. Volt adrenalin, megtettünk dolgokat, amiket felnőttként már nem biztos, hogy meg akarunk tenni, vagy megtennénk. Akkor itt van az RS6-os. Rakd be komfortba, élvezd a kényelmet és a mindenen áthatoló luxust, vagy húzd be S-be, az egész családot szerintem ne hozd magaddal, és padlózd le egy körforgalomból kifelé, azzal a quattro hajtással, ami egyrészt legendás, másrészt erre a generációjára már elért odáig, hogy akár 85%-át ennek a 800 Nm-nek a hátsó kerekekhez tudja küldeni, és 75%-át előre, és ezt a mennyiségű erőt, amit hátra küldött például, szempillantásra tudja akár 100%-ig elosztani oldalanként. Tényleg zseniális autó, ezt elismerem, és minden tekintetre egy tökéletes választás, de azért oda kell figyelni, hogy nem csak megvenni drága, hanem fenntartani is, és meghűlni, és a szerpentinen autózni egy jót, habár tudja, de nem biztos, hogy őt választanám. Charming, loving my body right.